Bézédes hétvége Gyulán, kóstolás, verseny és vásár mérte a méhészek munkájának sikerét. Manóvár az Alaksorban, 350 kárpátaljai gyermek már biztosan kap ajándékot karácsonyra. Egy vereség, de maradt a vezetés. 88 meccs után véget ért a BRSS sorozata. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Horváth Szabolcs vagyok. A hazai mézek legjava és minden, ami abból készül. A mézes kalácstól kezdve a viaszgyertyáig együtt volt Gyulán a 10. alkalommal megtartott méz és mézes kalács fesztiválon. A látogatók megkóstolhatták az év kiváló magyar mézeversenyre benevezett termékeket is, de más édesség is várta az érdeklődőket egy hamisítatlan adventi hangulatú vásáron. Köszönöm szépen, Isten is. Mentás, málnás, csokis, mákos. Szinte nincs olyan variáció, ami ne fordulna elő a pultokon. Bodzás akácméz, nagyon finom és különleges ízvilág, de más különlegességeket is meg lehet kóstolni, hiszen több tucat kiállító kínálja a portékáját a Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztiválon. Szombat reggeltől a méhészek munkáinak legjava töltötte meg a Prohászka Zsolt városi sportcsarnok épületét. Hétféle fajta mézzel érkeztünk, illetve mézes csemegékkel, ami ugye egy aszalvány, vegyes, tiszta aszalványok akácmézzel feltöltve, valamint inkább a csomagolásra összpontosítottunk díszüvegekbe, díszdobozokba, karácsonyi, névnapi ajándékoknak szánva ezeket a különleges csomagolásokat. Többen meg is találták itt az ajándéknak valót. Az én anyukám például rettenten szereti a mézet, meg a propolis is, úgyhogy tudja, hogy fog kapni. Volt, aki mézes kalácsot is vásárolt a karácsonyi családi asztalra. Mézes kalács amúgy is lenne, csak ez most gyulai vásárfia lesz, azért vettem. Eközben nem csak a vevők, de a szakmai zsűri kegyeiért is folyt a harc. 144 méhész mintegy 350 mintája mérette meg magát az idei mézversenyen, ami a szezon sikerét is jól jelzi. Az idei termés az kimondottan jó minőségű, habár a mennyiségével voltak problémáink, de a minőségével úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Az ágazat célja azonban nem pusztán a méz, mint alapanyag előállítása. Arra is törekedni kell, hogy hogyan tudunk egyéb méhészeti termékeket piacra vinni, hogyan tudunk árut, terméket piacra vinni. Ezért nagyon hangsúlyos nem csak a mézes kalács, hiszen egy nagyon hagyományos, tradicionális méhészeti ágazat, hanem akár a gyertyaöntésnek a kérdése. És szeretnénk is kezdeményezni azt, hogy a jövőben a gyertyaöntők, a gyertyakészítők is hogy tudják megmutatni az igazi viaszból készült csodákat, azokat az alkotásokat, amik akár a közeledő karácsonyt a legünnepélyesebbé tudják tenni számunkra. A legfontosabb feladatnak ugyanakkor azt nevezte, hogy a fogyasztókban is tudatosítsák a magyar méz kiváló tulajdonságait az olcsó Kínából érkező, a legtöbb esetben mesterségesen előállított termékekhez képest. Ha pedig valakinek a látottak alapján megjött a kedve a méhészkedéshez, ehhez is kaphatott szakmai tanácsot, sőt akár a szükséges eszközöket is beszerezhette hozzá. Több helyről már megérkeztek azok a cipős doboz ajándékok, amelyeket a Kárpátalján élő gyerekeknek szántak felajánlóik. Ez lesz a harmadik karácsony, amit a Békés Csabai testvérpár Bonnyai Sándor és Anna társadalmi összefogással igyekszik szebbé tenni a határon túli magyarok között. Tavaly 700 csomagot osztottak szét, ennek a fele már idén is összegyűlt. Édesség és tisztasági eszközök is kerülnek egy-egy dobozba a játékok mellé. Bonnyai Sándor édesanyjával és egykori tanárával készíti elő az ajándékokat volt iskolájának pincéjében. Az intézmény nem csak a helyet biztosítja a felajánlások rendszerezéséhez, a kezdeményezéshez a diákok is lelkesen csatlakoztak. A harmadik A-osztályosok közül mindenki hozott egy-egy kis dobozt, tanítónéniüknek a vezényletével ők már ezt oda is adták Sanyinak, illetve 10. osztályban 3 diák úgy gondolta, hogy a pénzadományokat, amiket összegyűjtenek egy-egy mézes kalácssal, köszönik meg az adakozóknak, és ez egy példaértékű volt itt az iskolában. Ajándéknak tulajdonképpen bármi megfelel. Érdemes külön csomagolni a doboz tetejét és alját, ez ugyanis megkönnyíti a határellenőrzést, illetve az is hasznos, ha felírjuk a dobozra, milyen életkorú fiúnak vagy lánynak szánjuk a meglepetést. Az akció elindítója elárulta, Tiszaágtelek, Bótrágy, Dimicső, Kisdobrony és Nagydobrony magyarok lakta településeinek nehéz sorsú gyermekei már nagyon várják őket.
református szeretett szolgálat, mint segélyszervezet segít átjuttatni a dobozokat a határon, és mi már ott fogjuk őket várni, hogy aztán személyesen oszthassuk ki 3, illetve úgy néz ki, hogy 4 napon keresztül ezeket a csomagokat. A testvérpár a héten indul a nagy útra. Az ajándékcsomagokat keddig lehet leadni a gyűjtőpontokon. Többek között szerkesztőségünkben is a Szabadságtér 2022 szám alatt. Országos akcióhoz csatlakozott a Békéscsabai Vasutas Művelődési Ház. A MÁV ZRT, a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén már 11. alkalommal szervezte meg az Országos Vasutas Véradónapot. A szervezők december 8-án országosan 13 helyszínen várták a 18 és 60 év közötti embereket, akik karnyújtással járulhattak hozzá az ország ünnepek alatti kiegyensúlyozott vérellátásához. A szervezők elmondták, hogy évről évre több százan vesznek részt az akció. A Vasutas Művelődési Ház 11. alkalommal csatlakozik az Országos Vasutas Véradónaphoz. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy karácsony közelettével, amikor az ember szívesen ad, a véradóknak is megadjuk a lehetőséget arra, hogy így ilyen formában ajándékozzanak embertársaiknak valamit karácsonykor. Ismét megrendezte jótékonysági koncertjét a Békéscsabai önkormányzat. A cél évről évre változik. A koncertből befolyt bevételt ezúttal a Gerlai Wenckheim társaságnak ajánlották fel. A Békéscsabai belvárosi római katolikus templomban megtartott előadás fellépői között volt Hajtman Ildikó, Endrész Ferenc és Gál Csaba. Az előadók 9 művel készültek az estére, az advent időszakra való tekintettel a darabok legtöbbje az Ave Maria volt. A koncerten részt vett Békéscsaba polgármestere is, aki elmondta, a karácsony remek alkalom arra, hogy törődjünk egymással. Soha nem teszek különbséget, és az érzéseim sem mások, hogy hol énekelek, hogy kisfaluban, nagyvárosban, világvárosban, katedrálisban, 10 embernek, 25 000-nek ilyen szélsőségek is voltak. Mindig próbálok teljesen ott lenni, és a művel először is egységben lenni, és akkor azt hiszem, ha ez megtörtént, akkor utána már a közönséggel is egységben vagyok, és mindig annak örülök, aki ott van. Mikulás napot tartottak vasárnap a Csabagyöngye Kulturális Központban. A kisgyermekes családok rengeteg program közül választhattak, volt kézműves sarok, óriás, kirakó és ugrálóvál is. Még a terápiás kutyák is megbarátkoztak a télapóval a vasárnapi rendezvényen. A Mikulás napon több olyan szervezet vett részt, amely megszerette volna ismertetni tevékenységét a nagy közönséggel. A helyszínen volt az Outpont alapítvány is, akik különböző készségfejlesztő feladatokkal érkeztek a Csabagyöngye Kulturális Központba. Érzékenyítő játékokat hoztunk kicsiknek és nagyobb gyerekeknek. Lehet itt látni mögöttem óriás pezőlt, kézműves kifestőket hoztunk, kódos feladatokat, olyan típusú folyamatábrákat, amit az autizmussal élők használnak a mindennapi életükben. Az érdeklődők mézes kalácsot is kóstolhattak. Futóné Tóth Krisztina elmondta, idén a hintaló és a télapó formák a legnépszerűbbek. Természetesen van gyerekeknek való is, felnőtteknek való is. Többnyire készítek mindig apróságokat, amit a gyerekek rögtön elfogyaszthatnak, mert nagyon szeretik a mézes kalácsot, de készítek olyat is, amivel karácsonykor meg lehet lepni akár a nagyit, vagy valaki kedves rokont. A hangulatot a Csabai Színi Stúdiósok és Évi Tündérzenés gyermekműsora tette teljessé. Ma van a Mikulás Fesztivál, ami minden évben megrendezésre kerül a Csabagyöngyébe. Én Évi Tündéri minőségemben most hamarosan egy félórás gyerekműsort fogok elkezdeni. A hátam mögött elvileg látható 2 bohóc. A gyerekek a Mikulást várták a legjobban, akivel nem csak a legkisebbek, de még a felnőttek is készíthettek közös képet. Továbbra is nyeretlen az idei szezonban a Békéscsaba Vantid MB2-es futszál csapata. A Viasarki Együttes hétvégi fordulóban a Szegedi Szent Mihály Sport Egyesületet fogadta, és szoros első félidő után sima vereséget szenvedett. A fehérmezes csabai gárda a Kazinci Ferenc Általános Iskolában fogadta délalföldi riválisát. A mérkőzés első fél ideje után még csak 2-1-re vezettek a vendégek, a második 20 percben már a szegediek akarata érvényesült, akik fölényes 10-2-es győzelmet arattak. Több volt ebben a mai napban, szerintem sok helyzetet kihagytunk, nem egyszer egyedül vittük a kapusra, ha ezeket berögjük, talán jobb eredmény is születhetett volna.
Egy év szünet után most értünk vissza a MB2 mezőnyébe, és hát még valami tanulunk, de azon vagyunk, hogy ez az év jobban sikerüljön, és felvegyük a ritmust. Örkényi Bianca 2 éve kezdett el kispályás labdarúgással foglalkozni. A fiatal játékos szerint ellenfeleik egyenlőre jobb fizikai állapotban vannak, és sokkal koncentráltabb játékra képesek. Szerintem nem voltunk annyira ott fejben sem most igazándiból, meg az elején elég jól kezdtünk szerintem, és akkor lehet egy kicsit úgy voltunk vele, hogy örültünk a kezdésnek, a sikeres kezdésnek, és nem számítottunk arra, hogy ilyen vége lesz, de próbálunk ebből is építkezni. A Békés Csabai klub jelenleg mintegy 40 játékost foglalkoztat. Domokos András, a csapat edzője szerint még nem rendelkeznek megfelelő rutinnal, így nincs könnyű dolguk az NB1-es múlttal is rendelkező ellenfelekkel szemben. A helyzet kihasználásunkon mindenféleképpen javítanunk kell, olyan 15-20-25 helyzetünk nekünk is van ezeken a mérkőzéseken. Ezekből, hogyha több gólt szereznénk, akkor szorosabbak lennének a mérkőzések, illetve a téli játékozási időszakban mi szeretnénk kicsit erősíteni is. A bajnokság jelenleg a felénél jár, a csabai együttes pedig továbbra is nyeretlen a küzdelem sorozatban. Domokos András gárdája szombaton a középcsapatnak számító Szolnok otthonában zárja az évet. Győzelemmel búcsúzott a 2017-es évtől a Békés Csaba 1912 előre együttese, miután a labdarúgó MB2 vasárnapi játéknapján 3-1-re legyőzte a Szeged 2011 Grosics Akadémia csapatát. A lilamezes hazaiak jól kezdték az összecsapást, ugyanis a 11. percben Pilán Márkó beadása után Szatmár István fejelt a kapu jobb sarkába. A gyulai székhelyű szegedi együttes a 40. percben egyenlített. Egy ötletes szabadrugás után Zádori Krisztián passzolta a labdát a csabai kapuba. Nem volt sokáig döntetlen az állás. 2 perccel később Vicián labdaszerzése után Urbin Péter újravezetést szerzett a Békés Csabának. A mérkőzés a 71. percben dőlt el, amikor Tóth Dániel lőtt 16 méterről a jobb alsó sarokba is kialakította a 3-1-es végeredményt. A csabaiak ezzel a győzelemmel a bronzérmes helyen töltik a téli szünetet 10 pontos lemaradásban, a feljutó pozícióban álló Kisvárna mögött. Zsinórban 88 győzelem után a magyar csapattal szemben szenvedett vereséget a Linemár Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület együttese. Alberto Salomoni gárdája a női élvonal szombati játéknapján a lilamezes Újpest otthonába lépett pályára. Molcsányi Ritáék jól kezdték az összecsapást, az első és a második szettet is 25-20-ra nyerték, így 2-0-ás előnyre tettek szert. A harmadik felvonásban sokáig kiegyenlített csata folyt a pályán, az Újpest pedig szoros csatában 26-24-jel szépített. A negyedik szettben nem volt esélye a csabai lányoknak, a fővárosiak 25-16-tal egyenlítettek. A döntőjátszmában 4 meccslabdája is volt a bajnoki címvédőnek, de az újpestiek fordítottak és 3-2-es győzelmet arattak. A Bérese ezzel utolsó csapatként elveszítette veretlenségét a bajnokságban, de továbbra is vezeti az alapszakasz A csoportját. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!